amikor nagyjából 40 évvel ezelőtt, 7. osztályos koromban arról kellett az iskolában dolgozatot írni, hogy van-e példaképünk, és hogy kire szeretnék majd a felnőtt életemben hasonlítani, akkor én nem gondoltam még, hogy ha azt írom, hogy Teleki Blankára, akkor ez meghatározza majd a következő évtizedeimet, és valóban az egész felnőtt koromat. Én örülök, hogy Kertész Erzsébet regénye alapján annak idején 40 éve én azt írtam, hogy Teleki Blankára szeretnék hasonlítani, mert én olyan nő szeretnék lenni, aki egyrészt járja a maga útját, az nem kétséges, hogy Teleki Blanka ilyen hölgy volt, és olyan szerettem volna lenni, ahogyan ezt olvastam, aki mindig a hazájáért, a népéért, a nemzetéért tesz, és én ezt nagyon fontosnak tartottam már akkor a 70-es években is, amikor ez nem úgy, hogy nem olyan összetűzésben volt talán érdekes Magyarországon sem, mint amit erről most gondolom. Amikor felnőtt kutatóként erre visszaemlékeztem, akkor egyáltalán a nőnevelésre úgy gondoltam, hogy dolgunk van vele, nekünk kutatóknak, mert úgy van ez, ahogy Apukánszki Béla szegedi professzor kollégám megírta néhány évvel ezelőtt, hogy a nőnevelés története az nagyon sokáig, tulajdonképpen még részben a mai napig is olyan volt, mint a Hold túlsó oldala. Mindig tudtunk róla, tudtak róla kutatók, hogy volt ilyen is. De a nagynevelés történeti kánonokban, az összefoglaló munkákban többnyire a férfiak és a fiú középiskolák történetét írták. Ezért úgy gondolom én is, sokakkal egyetemben, erre itt az előtt általán úgy is a legjobb példát adta, hogy van még mit nézegetnünk a Hold túlsó felén, és valamilyen rakétára felszállunk, hogy meg tudjuk nézni azt a másik oldalát is. Hogy nem tudunk sokat gyakran a nőkről, ennek oka az, amit ezzel a festménnyel szeretnék illusztrálni, hogy azok a források, amelyeket egyáltalán a hölgyek alkottak, de nincsenek olyan nagyon nagy számban, mint a férfiak által a történelemben létrehozott és átmódott források, hiszen évezredeken át a legtöbb nő nem tudott írni. A másik probléma, hogy amikor már az újkorban a forrásoknak a megőrzéséről rendelkeztek, levéltárakat szerveztek, akkor ott ugye nem a hölgyek dolgoztak, hanem a férfiak, ezért a hadtörténet, a politika, tudomány és a gazdaságtörténetnek a forrásait gyűjtötték a hivatalos iratközlő szervek által hátrahagyott forrásokat, ezeket nagyon nagy részt ugye férfiak alkották, tehát a forrásoknak a konstruálása és a források gyűjtése is inkább volt férfi kézben a 19. század második feléig, tehát ebben is az újabb áttörés viszont megadja a lehetőséget, hogy hogyan tudunk kutatni. A hosszú 19. században most itt a bemutatás tárgya, és én nem kifejezetten és egyenként nagyon részletesen Teleki Blankáról vagy Dezserántó Antóninának az iskolájáról, pedagógiájáról szeretnék beszélni, bár természetesen az ő nagyon érdekes szálaikat, az élettörténetüket beleszövöm abba az elbeszélésbe, ami láthatják önök, hogy a 18. századtól indul, hiszen a történészek szerencsére, nekem nagy szerencsémre már ezt kitalálták, hogy hosszú volt a 19. század. De a történettudomány különböző módon kezeli, keveli az időciklusokat, ezeknek az elméletét, de ezzel, hogy azt mondjuk, hogy hosszú volt a 19. század, ezzel tényleg megadjuk azt a gondolkodási keretet, ami a lánynevelés történeténél is igaz, hiszen már minden az 1700-as évek második felében valahol valahogyan megalapozásra került Erdélyben és Magyarországon is a nőnevelés vonatkozásában. Nem sok ilyen borzasztóan telejét diát fogok itt önök elé vetíteni, de egyet-kettőt igen, mert egyszerűen szeretném mutatni, hogy ilyen nagyon-nagyon sok lépésben történt az, hogy megjelentek a különböző női rendek, tanítórendek is, szerveztek a lányok számára iskolákat, hogy megjelent, alá is húztam az első ráció edukáció, Miss Mária Terézia uralkodónő idején, illetve majd Erdély vonatkozásában, ugye később a norma régia tanügyi szabályzata. Megjelentek ezek a nagy tanügyi szabályzók a felvilágosult abszolút is a uralkodókhoz kapcsolódóan, amelyeknek már minden esetben része volt az is, hogy a lányokat hogyan kell nevelni. Része volt, de csak azon a szinten, amit alsó szintnek nevezhetünk, és innen lesz majd az fontos, hogy mit tette Teleki Blanka, vagy miben volt igazán úttörő jellegű Dezserántó Antóniának a munkássága. A 18. század végétől az akkor már egyre másra a magyar nyelven is megjelenő sajtótermékekben nagyon fontos viták zajlottak a nők neveléséről. Hadd olvassak ebből egy nagyon-nagyon rövid részletet, azt mondom, többen is önök közül ismerik már ezt a levelezést. 1796 és 99 között folyt
két barátnői Falvi Krisztina és Molnár Borbála között az a levelezés versben és prózában, amelynek az állt a középpontjában, hogy a nők nevelése, a nők életfeladata, a nők hivatása az tulajdonképpen milyen. Úgy Falvi Krisztina volt a haladó szellemű, akkor értelemben is van, pláne ezt mondhatjuk. Ő azt írta Borbálának, hogy lehetetlen az barátnőm, vagy a nyájas természet, maga az igazság, amely még egy lábunk előtt nyavajgó bogárkának a kikerülését is parancsolja, az lehetetlen, hogy két egyforma nemes teremtések közül az egyiket a másiknak a rabjává rendelte volna. Ez csak a kevésség találhatta föl, és az erőt tulajdonítja magának. Azt mondják mindig, hogy a lányok tudatlanságának az édesanyák az okai. De vajon az anyák ostobaságáért nem az apák felelősek? A férfiak szándékosan sötétségre kárhoztatják a női elméket, pedig az ő kiművelésüktől függ mind a férfiak társas boldogsága, mind pedig az egész emberi nemzet jól formálása. Tehát ez a 18. század végén keletkezett szöveg, és tulajdonképpen más szövegezéssel, de ugyanezt ismételgetik később azok, akikről szeretnék szólni. A 18-19. Század fordulóján tehát egyrészt előttünk áll az a nő, akiről ugye már tanár úr is szót ejtett, de Zseranto Antonina kapcsán, hiszen évtizedek múlva is itt vannak ezek a nők, és én azt mondom, 2019-ben is itt vagyunk mi, akiknek nagyon fontos a család, a háztartás, a gyermekeik nevelése, akikről úgy gondolták 200 évvel ezelőtt, hogy ez jó, hogyha fontos számukra, de nem szabad túl sokat a divattal, a szórakozással foglalkozni, hanem ezekkel a nőies dolgokkal kell. És ahogyan ez megjelenik Újfalvi Krisztina levelében is, oda hittem a diára, hogy már a 18.-19. század fordulóján is nagyon-nagyon fontos volt a magyar lányok, a magyar nők szempontjából, hogy erre sokan ráébredtek, hogy a nemzet erejének a megmaradása, megerősítése, megtartása, egyáltalán a magyar nyelv ügye, a magyar nemzeti kultúrának az ügye, az igenis a nők vállán is nagyon is nyugszik. Egy következő szörnyű diad, nem sokáig fogok ilyenekkel önök elé állni, a 19. századnak az első felében, már a reformkort megelőzően, és aztán egészen az 1848-as forradalom, illetve a forradalom és szabadságharc időszakáig számos olyan dolog történt, amelyek egyértelműen mutatják számunkra, Teleki Blanka iskolája is ugye ebben nagyon szép sorba illeszkedő intézmény volt, hogy nem csupán a nők, hanem igenis, és nagyon politikusaink, a férfiak is, illetve különböző egyházi felekezeteknek a kiválóságai nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy a leányok nevelése milyen legyen, úgyhogy megjelent ez a második ráció edukációnizban külön fejezetként, ugye latin nyelven megjelent az evangélikusok, a reformátusoknak a tanügyi új szabályzataiban, megjelent aztán majd az országgyűléseken, reformkori országgyűléseken kiemelt témaként, és több olyan tervezet született, amelyek tervezetnek aztán 1848-hoz, amikor Ökvös a felelős kormánynak ugye első ízben a saját életét tekintve vallás és közoktatásügyi minisztereként rendkívül ilyen fontos dolognak tartotta, hogy a lányok neveléséről is rendelkezni, gondoskodni kell, hogy ez egy olyan típusú állami feladat, olyan állami gondoskodás, gondolkodást igényel, amely természetesen nem szabad, hogy a felekezetek autonómiáját sértse, de nagyon is kell, hogy ez egy ilyen országos döntés legyen, hogy a lánynevelés, bocsánat, hogy milyen is legyen. És egy pillanatra megint még az időben visszalépve a 19. század elejéhez, ugye ez is elhangzott már az előző előadásban, hogy az volt fontos itt most egy kép is ehhez, hogy a leánykák tanuljanak zongorázni, hogy tanuljanak miniatűra festészetet, hogy tanuljanak francia, német nyelvet, nagyon gyakran ugye külföldi nevelőnőik voltak. Bezerédi Amália volt az egyik olyan hölgy, azt hiszem, hogy sem kell ebben a körben különösebben bemutatnom, aki a saját kis leánykája nevelésével, mint édesanyja házi körülmények között olyan sokat foglalkozott, hogy hasonlóan, mint ahogyan később ugye Teleki Emma, ő is írt a saját kislányának egy könyvet, ez volt Flórának címezve a Flóri könyvet. Ugye ez lett az óvodáztatásunknak a legelső időkben az alapkönyve, amikor magyar nyelvű óvodáztatás is már megindult, hiszen ebben Amália összeszedte azokat a verseket, azokat a legfontosabb erkölcsi tanításokat, amelyek szerint egy leányka számára fontosak. Ugye látható a portréja mellett, hogy a kép ebből a könyvből való, így nevelte ő a saját leányát.
annyira híressé vált a Mária, ugye nem hosszú életet élt sajnos, annyira híressé vált a Flóri könyve kapcsán, hogy úgy emlegették őt, amikor ez a könyv megjelent, illetve nem őt, hanem a férjét úgy emlegették, hogy Bezerédi István a kiváló követ, aki szintén a diétákon fölépett a nők nevelése ügyében, úgy emlegették, hogy Bezerédi István az Amália férje. Ez nem volt olyan nagyon gyakori abban az időszakban. A 19. század első felében azonban a legtöbb iskolában, Erdélyben, Magyarországon, a legtöbb városban az volt a helyzet, hogy nagyon kevés iskola létezett. Bármennyire sok volt már abban az időszakban is az igyekezet, az egyes települések, felekezetek oldaláról, de még itt 1820-as évek Pestén járunk, még Pesten is az volt a helyzet, hogy mindössze 4 iskolát tudott feltárni az a Babits Ferenc, aki 1890-ben az akadémia pályázatára Fáj Andrásról, ugye aki a nőnevelő képzők megnyitását sürgette a reformkori Magyarországon. Tehát Babits azt tudta érni, hogy Pesten is csupán 4 iskola volt. Ezek közül egyértelmű, hogy ugye az egyik az angol kisasszonyok iskolája, a másik az Ágostai Ütőség és 2 magánintézmény volt. Ezek körül írta azt, amit a Dián is láthatnak, hogy mindenféle tanítottak ugye ezekben az iskolákban német, francia, olasz nyelvet, szép és helyes írás, természetrajzot, természettan, történelmet, földleírás, számolás, vallástan, és itt is ugye a zene, tánc, rajz, női kézi munka már megjelenik ezekben a magániskolákban. Általában 8-10-12 éves leánykák jártak, tehát nem idősebbek ezekbe az iskolákba. Nagyon érdekel, ha próbálok így nyomon lenni, de még nem igazán van a kezemben, hogy mit jelenthetett a boldogságtudomány óra, és az ehhez való tananyag, mert ezt 2019-ben is fel kellene tárnunk, hogy még boldogabbak legyünk. A leánynevelésnek a reformkori megújítói diaképem, ez egyre több portrét tartalmaz, mert mindig még újabb és újabb adatokat találok még különböző személyekről, róluk nem szeretnék különösebben és hosszabban beszélni, de szeretném ezzel a diakockával is érzékeltetni, hogy tehát messze nem arról van szó, hogy csupán hölgyek lettek volna, akik a nőnevelés fontosnak tartották már ebben az időszakban is, hanem többen voltak, mint Bezerédi István, vagy Fáj András, vagy hát a politikusaink közül sokan még abban az időszakban, akik ennek az ügynek az érdekében dolgoztak. Sokan voltak úgy, ahogyan el is hangzott ma már, hogy Brunswick Teréz és szellemi gyermeke Teleki Blanka, itt tényleg egy mástól vették az elképzeléseket. Ugyanez volt a helyzet Takácsi, vagy Karacs Ferencné Takácséva és a leánya Karacs Teréz esetében, anyja is és leánya is. Az akkori sajtóhasságjaim is, például a tudományos üteményben sokat írt erről a témáról. Brunswick Teréz még csak ide kiemelte a pillanatra, de hogyha azt mondjuk Széchenyi István Kossuth a legnagyobb magyarnak nevez, lehet őt meg a legnagyobb magyar hölgynek abban az időszakban. Egyértelmű teljesen ez is el is hangzott, és nincsen, aki ne tudná az itt ülők közül, hogy Teleki Blankának így a szellemi kiművelése és a női ügy, a lánynevelés felé fordítása az Brunswick Terézének egyértelműen köszönhető. Mindig elhangzik az, hogy az óvodáztatásban, ugye ez a Krisztina városi angyalkert, amelyet ő megszervezett, hogy ez milyen fontos, és az első volt Magyarországon, ugye ez először német, aztán lett magyar nyelvű óvoda. Az is többé-kevésbé ismert, hogy cselédlányoknak is szervezett például Martonvásáron iskolát. Az is, hogy valahol ott volt ő 1836-ban ennek az óvodákat Magyarországon terjesztő egyesületnek a hátterében, mint az egyik szellemi kitalálója ennek a mozgalomnak, de az is közismert gondolom, hogy nem vették be ebbe az egyesületbe, mert hogy tehát megvalósítja az első óvodát, áldozza idejét, pénzét, felépíti ezt egyesületi szinten is, és nem lehet ennek az első időkben a tagja egyszerűen emiatt, mert nő. Hogy az ő szellemi gyermeke volt Teleki Blanka, hogy ezt nem nekünk kellett kitalálni, ezt már tudjuk a saját írásaikból. Amikor oda került, ahogyan ez itt el is hangzik, ugye Martonvásárra, illetve részben Pesten volt, külföldi utakat is tett Brunswick Terézzel Teleki Blanka, ugye akkor lehetett olyan, ahogy Nyanya Damaraszfóni olasz származású művész megörökítette őt azon a nagyon jól ismert rajzon, és hát lett olyan egész felnőtt életében Teleki
blanka, amit így kiemeltem, és ami nagyon sokszor szerepel vele kapcsolatosan könyvekben, tanulmányokban, hogy ő tényleg mindig olyan volt, hogy mindent másokért és semmit sem magáért tett. Ugye ezt egészen odáig, ami nem volt abban az időszakban egyáltalán általános hölgyek körében pláne, hogy az anyai örökségének is egy jelentős részét arra áldozta, hogy megnyithassa azt az iskolát, amely aztán 1846-ban nyílott meg Pesten. Ugye ez eddig valami olyan nagyon-nagyon szép történet, hogy tényleg nem hogy könyvbe, hanem filmre illő történet. Hogyha azonban egy másik oldalról belegondolunk, és tényleg nem amiatt, hogy ünneprontó szeretnék lenni, hanem hogy jelezzem, hogy mennyire fogadókész az akkori magyar társadalom, vagy egy pesti közösség egy ilyen iskola megnyitására. Ugye minden készen áll, meghívja a kiváló tanárokat, közülük láthatnak itt néhányat, tehát meghívja Teleki Blanka a korszak egy kiváló embereit, akadémikusok között nevezzen a szerző, csak hogy nem jelentkezik az iskolájába senki. Tehát ott áll, hogy már nyitna, sok idő, sok pénz elment erre, mindenki, aki számított ebbe a dologba, úgy belekapcsolódik, hogy mellé áll, és nem jön senki. A történetnek ez a része talán nem olyan, nem annyira sokszor szerepel a különböző leírásokban, tanulmányokban, hogy Deák Ferencnek kell a saját keresztlányát, pontosabban nem annyira ő 18 éves volt Puteáni Róza, hanem Rózának a szüleit kellett ugye Deáknak, a keresztapának meggyőzni, hogy hát legalább egy lányjal tudjon már ez az iskola megindulni, mert szó szerint hát ugye kell, hogy legyen egy fecskevő, akkor is a közmondás szerint nem csinál nyarat, de Puteáni Róza csinált, mert a következő beiratkozási időszakban már 14 leányjal jegyzik 47 őszén a Teleki féle nagyon-nagyon fontos, tényleg a teljes magyar művelődésnek hát szempontjából emblematikus intézmény. Visszatérve egy gondolattal ahhoz, hogy miért is gondolt a Teleki Blanka úgy, hogy szükséges ilyen intézetet nyitni lányok számára. Ez nagyon-nagyon közismert történet, részforrás részlet, sokan sokféleképpen sok kontextusban idézik, ugye a Pesti Hírlapban 1845-ben tette közzé egy főrangú az, aki mondjuk így egy álnéven azt a fölhívást, amelyben arról volt szó, hogy nagyon-nagyon fontos nemzeti nemzetnevelési szempontból, hogy legyen egy ilyen iskola. Nem azt olvasnám fel, amit önök látnak a dián, hanem egy másik részletet ugyanebből a Pesti Hírlapban Teleki Blanka által írott felhívásból. Ezt írtam. Virul a magyar hölgy, ha mivelt ember magyarul szólítja meg. Nem is sejtíti, hogy nemes, emelkedett gondolatot fejezhet neki azon a nyelven, amelyet eddig csak a szegény, alárendelt osztály szájából hallott. 3-4 idegen nyelvben is járatos Magyarország leánya, és akármely más nemzet történetét mostani állapotát jól ismeri, de a nemzeti nyelvét nem érti. Hona hajdanából nincsenek képei, hazája jelen küzdelme pedig gyakran, mint a bújtárgya tűnik föl előtte. Legszebb álmai, legforróbb vágyai Párizst és Londont varázsolják elejébe, ott tölthetni életét, azt a legnagyobb földi boldogságnak képzeli. Még csak messzünnen sem jut a dús magyar úrhölgynek eszébe, hogy a sors őt ide rendelte, hogy minél nagyobb adományokkal áldál meg őt a végzet, annál több kötelességet is mért rá, hogy minél elhanyagoltabb a haza, annál inkább tartozik annak minden gyermek előmenetelő munkálni. Nagyon szép szava 2019-ben is, azt gondolom én személy szerint így vagyok, még többször olvashatnánk. Zseranto Antóniához egy pillanatról már előrelépve az időben. Antónia ugyanezt fogalmazta meg több cikkében, hogy egyszerűen a magyar lányok, egyáltalán a magyar diákok nem ismerik jól a magyar történelmet, nem tudnak eleget a magyar irodalomról. És ugye ő össze tudta vetni Antonin azzal, hogy mi a helyzet Franciaországban, és több cikkében kiemelte, hogy ott elképzelhetetlen volna, hogy a franciák a saját történelmükről a legrészletesebben ne tanuljanak, a leányokat is beleértve. És amikor reform gondolatokat nyújt rá, hogy oda mutatta az imént tanár úr, annak gyakran volt ez része, hogy a magyar történelmet, a magyar irodalmat nekünk kell jól ismerni. Mert mások érdeklődhetnek iránta, akkor is és most is vannak ilyen személyek a bolygón,
de a magyarok mi vagyunk, nekünk. Ez nekünk a felelősségünk, ezt nekünk kell megismerni, és nekünk kell továbbadni, tehát ezt már Teleki Blanka is megfogalmazta. Kiderült nyilván néhány pillanat alatt, hogy ki volt az a főrendű hazafi, aki mindezt leírta a pesti hírlaphatságjain, és ugye már is érték támadásuk, még nem sem indult az iskolája Teleki Blankának. A Honderű című lapban fogalmazott ugye 1846-ban, hogy talán az lehet a probléma, ugye itt az idézet, hogy majd néhány év múlva egy tucat hazafiasan gondolkozó nővel több lesz Magyarországon. Ugye ilyesmitől azok félhetnek tényleg bármikor, akik nyomorultak, mert ezt nem lehet máshogyan épésszel értelmezni, hogy ha, akik a műveltségtől félnek, hogy miféle emberek. Erről az előbb szóltam, és az iskolája történetét nem mutatnám be részletesen, mert tényleg ez nagyon-nagyon közismert történet, nagyon sokan Pitó Sárpán György is megírták. Annyit szeretnék kiemelni egyrészt, hogy ugye még ez is közismert, úgyhogy még egyik hadbírája is följegyezte róla, hogy milyen nagyon kivételes szellemi képességű hölgy volt, tehát nem akárkiről beszélünk, mindig így gondoljanak, vagy hát gondolnak amúgy is önök is Teleki Blankára, nem csak a festészethez, szobrászkodáshoz értett és kiválóan beszélt nyelveket, hanem olyan hölgy volt, aki tényleg nagyon-nagyon kifinomult műveltséggel rendelkezett vele, ugyanúgy voltak a lányok az iskolájában, ahogy majd aztán Kolozsváron, Dezső Randolon Tóminával nagyon-nagyon szerették, akkor is már a saját tanítványai azt írták, amit másfél száz év múlva én annak idején kisgyerekként, hogy olyanok szeretnének lenni, mint Teleki Blanka. Az iskolájában nagyon sok minden történt a rövid idő alatt is, és nem volt elnyomtalanul annak az iskolának a híre, a dicsősége. Az egyik legfontosabb, ami történt, hogy amikor 1848-ban a forradalom kitört Pesten, akkor az ő leánykái biztosan az ő közreműködésével, illetve a történelem tanár Vasvári Pál segítségével, ők maguk is rögtön megfogalmazták a maguk kiáltványát, a maguk 12 pontját, és ebben benne volt szinte első ízben, bár volt egy két korábbi történeti szál már ehhez, de benne volt az, hogy a nőknek nem csak ugye a középiskoláztatásban, hanem az egyetemi képzésben is részesülniük kell. Nyilván, hogy nem mindenkinek, hát ez most sincs úgy, de hogy kell arra lehetőséget adni, hogy a hölgyek is egyetemi képzésben vegyenek részt, ez Teleki Blankának az alig tizenéves, vagy mi a tizedik évet be sem töltő diákja is már akkor 1848-ban megfogalmazták. De Teleki Blankának, illetve közvetlen munkatárs nőjének, Lővei Klárának a története nagyon jól ismert, az a szomorú része, hogy hogyan ítéltettek el, és az előtt több utalás is történt, hogy hogyan raboskodtak, de Lővei Klára őt, Teleki Blanka pedig, ami a csupán, ha csupán azt nagyon idézőjelbe tenném, hiszen nagyon megrendült lelkileg öltözésügyét tekintve, de ugye a 10 helyet, ami a 6 évet töltött különböző, és főként a Kopsteini börtönben, mert hogy amnestiával szabadult, ugye utána már Párizsban nem tudott foglalkozó Emmának a gyermekeivel. A következő hatalmas ugrás, és láthatják önök, hogy tulajdonképpen kihagytam a nőnevelés szempontjából is viszonylag részterhes 1850-es éveket, azokat nem nagyon kívánja vissza az ember történészként. Tudjuk, hogy voltak és sokan írtak róla, hogy miféle ide, de nem ez a nap az, amikor arra szeretnénk, azt gondolom, nagyon emlékezni. A 60-as évek az már valamivel jobb helyzetet hoz, de az is úgy indul a nőnevelés szempontjából, hogy van egy bizonyos személy, akit az irodalom történetben, vagy mi mindannyian, mint olvasók is, a legnagyobb tisztelettel emlegetünk az Ember tragédiája című műve miatt biztosan, akár más művei miatt is. A nőnevelés története szempontjából azonban nincsen ilyen kivételezett helyzetben Madács Imre, mert amikor éppen az Ember tragédiája miatt, ugye ő az akadémia tagja lehetett, azzá válhatott a 60-as évek elején, akkor az akadémiai székfoglalóját a nőkről írta esztétikai szempontból, de akár ugyanis forgatjuk, 1864-ben német filozofusok és más jól kimutatott dolog ez már, tehát másokra támaszkodva 1864-ben a székfoglaló beszédjében ezt írta, hogy elmondta, azt nem mondhatjuk, mert nem tudott elmenni egy megbetegedés miatt, ezt úgy olvasták az akadémián,
egy nagyon rövid részlet. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiúi érettségre sohasem jut. A nő könnyebben felfog és tanul, de teremtő génusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak a szenvedő, sohasem a beható elemet képviseli. A nő soha még a művészetet és a tudományt lényegesen előre nem vitte. Tehát sok minden más mellett, de tudom, sokan olvasták már ezt a szépfoglaló beszédet, tehát a többi része is mondhatjuk, hogy ugyanilyen. Tehát Madács Imrének ez a szépfoglaló beszédje volt az, és nem a legendák szerint, vagy a történelmi emlékezet szerint, hanem a saját leírása szerint, mert Veres Pál írt arról, az a dokumentum, az a szöveg, amely arra ügylette Veres Pálné beszélni, hogy egyrészt egy kiáltványt tegyen közzé, ez már 1865-ben a Hon címlapban megjelent, majd pedig, hogy megírja a Nézetek a női ügy érdekében című munkáját 1868-ban, ugye itt már a dualizmus korszakában járunk. Azt írta tulajdonképpen válaszként egyrészt Madácsnak, de másrészt sokkal tágabban mindenkinek, aki a nőnevelésről úgy gondolkodott, hogy az nem szükséges. Azt írta Veres Pálné, hogy nőgyermekeink szokásos oktatása a tudományok elemein túl nem terjeszkedik. Leginkább szorítkozik külföldi nyelvek, zene, tánc és társadalmi külső szabályok betanulására. Az oktatás a gyermekkorral megszűnvén szabályszerűleg megszűnik a tanulás további folytatása is. Megjegyezte Veres Pálné, hogy az ismeretszerzés időt igényel a férfiaknak is és a nőknek is. Ezért a lányokat is legkevesebb 18 éves korukig tanítatni kell, mivel nem alacsonyabb rendűek a férfiaknál, csak eddig nem volt lehetőségük tanulni. Ezt amiatt olvastam így részletesebben is, mert ez egyrészt ugyanaz a gondolat, amit Teleki Blanka egyértelműen mindvégig szem előtt tartott, hiszen ezért hozta létre az iskoláját, de ez pontosan ugyanaz a gondolat, amit aztán majd kibont és tovább visz Dezser Andor Antónina az 1880-as évektől fogva, amikor éppen a reform javaslatainak a középpontjában az áll, hogy hogyan lehetne minél hosszabbra nyújtani a leányok számára is, például az akkor adott iskolatípusban, a felsőbb leányiskolákban a tanulmányi időt. És ugye ott van az a vívódása, az a kínlódása, amiről szintén tanár úr beszélt, Dezser Andor Antónina esetében, hogy hát valami legalább ilyen gyors talpaló, vagy rövidített, vagy ilyen könnyített latin legyen a lányok számára is, hiszen nem lehetséges belépni máshogyan az egyetem világába, a leány középiskolák azok nem középszintűek ebben az időszakban. Ugye itt egy duplán Teleki hölgynek a képe, Teleki Józsefin vagy Józsefina volt az, aki az Országos Nőképző Egyesület létrehozásánál bábáskodott, aztán aki Benicki Ermintől ezt átvette, és aki majd nagyon szépen ír erről különböző munkákat is, hogy ez az Országos Nőképző Egyet milyen is volt. Egy pillanatra még az előbb, hogy ezt felolvastam, hogy ugye csak a zene, tánc és az illető viselkedés jelentette a legtöbb akkoriban létezett leányiskolában a leánynevelés tartalmát. Ez hadd mondjam azt, hogy ez más országban sem volt olyan nagyon másként. Én főleg Spanyolországot és Franciaországot kutatom, még a magyar szintén, a magyar történelem mellett ugyanez volt a helyzet. És egy angliai példát is találtam a Spectator című ottani heti magazinból, ahol egy olvasói levélre, amelyben is azt kérdezte egy édesanyja, hogy körülbelül Dezser Andor korában, hogy mi a legfontosabb egy leány számára, hogy mit kell megtanulni ahhoz, hogy majd jól férhez menjen, hogy jól megállja a helyét az életben. Az angliai lapnak a szerkesztői újságírója azt válaszolt ebben az időszakban, hogy első, a legfontosabb dolog a kebel duzzasztása. Mert aki ahhoz ért, a legbiztosabban remélheti, hogy jó férjet kap, minden egyéb majd utána következik. De hogy igen, a vagyon. Ehhez is mindent még forrás részleteket is szeretnék mutatni. De azért hatalmas nagyot most ugrom az időben, mert 1893-ból találtam a legelső jó képet arról, és ugye ez már nem valami grafikai ábrázolás, hanem tényleg egy valóságos, viszonylag akkori időben jó minőségű kép, hogy kik voltak azok, akik például a Veres Pálné, aztán Teleki Józsefin által megálmodott életre hívott Országos Nőképző Egyesületnek az iskolájában tanultak.
ugye látszik a kisebb leánykák fehér kötényben, a nagyobbacskák már egy zárt almatkori divatnak megfelelő sötét színű ruhában, tehát általában nem is különítették el feltétlenül, minden esetben az osztályokat volt, amit együtt tanultak, volt, amit meg persze külön-külön. Az Országos Nőképző Egyesülettel csak azért foglalkozom, hogy viszonylag hosszasabban, mert jelentősége lesz a leány középiskoláztatás szempontjából, mindjárt még talán kiderül ez. Ugye Ötvös József, aki másodjára lett vallás- és közoktatásügyi miniszter, addigra már számos külföldi tapasztalattal, amikor az 1867-es dualista államrendszer kialakult. A legelső dolgának tartotta a tankötelezettségről való gondoskodás. Ugye ez az, ami már a legelső diákra visszaemlékeznek. A 18. századtól kezdve mindig is itt volt Magyarország történetében is, hogy rá kell venni arra a szülőket, illetve hát a gyerekeket, hogy iskolába járjanak. Ez törvény szintjén 1868-ig nem volt, volt a felekezeti törekvések, városi törekvések, uralkodóktól jött szabályzók, mindenféle elképzelések, de a törvény az 68-ban született meg, ennek éppen ugye tavaly ünnepeltük a 150. évfordulóját, 152 ünnepségen vettem részt, ahol erről beszélgettünk Magyarországról, ezt így mi nagyon, nagyon ünnepeltük, és nagyon sok konferenciát szenteltünk ennek a törvénynek, mert én azt gondolom, hogy most 151 év múlva, már ebben az évben, 151 év múlva is az volna jó, hogy ilyesmi legalább mindenhol megvalósulna az elveket, az alap dolgokat tekintve, mert az iskoláztatási évek ma már számosabbak mindenhol Európában, már nem 12 éves korig tart a tankötelezettség, de hogy meg arra gondolnak, hogy ebben a törvényben az volt, hogy minden gyermek a saját anyanyelvén nyerje a képzést az alapiskolákban, akkor azt gondolom, hogy 151 évvel sem vagyunk még túl azon, hogy mindezt be tudtuk volna teljesíteni, különösen, hogyha magyar nemzethez tartozó, akárhol is élő testvéreinkre gondolunk. A felső iskolákról gondoskodott ez a törvény, és ezzel hozták létre Ötvösék a polgári iskolát. Ugye ez is többször ő is említett, hogy nagybányát, a polgári iskola, az ezzel a törvénnyel jött létre, és ugye működött a 20. század közepéig. A polgári iskolák fiúk és leányok esetében is meg azok az intézmények voltak, ahol valóban, ma mondjuk így, hogy a harmadik szektor, a kereskedelem, a távirgali szolgáltatások, a közlekedésnek a nagyon felfutó fejlődése, tehát ezekhez képeztek olyan középszintű hivatalnoki, adminisztrátori réteghez kapcsolódó személyeket, akik nélkül elképzelhetetlen lett volna az akkori Magyarország és Erdély modernizálása. Tehát a polgári iskoláknak nagyon nagy történelmi szerepe és jelentősége volt az akkori országban. A tanító és tanítónőképzők felállításáról is állami szinten ugye rendelkezik a törvény, felekezeti ilyet persze voltak. Itt van az az ábra, egyébként nem saját magam alkottam, hanem Gyáni Gábor és Kövér György akadémikus történészeink egyik munkájából vettem. Itt van az az ábra, amivel azt gondolom, hogy nagyon jól meg tudjuk azt érteni, amiről például Gál professzor úr is beszél, hogy hol volt a helye, a jelentősége mi is volt a Dőzse Vándor féle iskolának, vagy akár amiről ön beszélt is, hogy Nagybányán is a leányiskola hol hogyan alakult. Itt azt kell látnunk, hogy az elemi népiskola, ez ami a 6 éves, és mindenki számára kötelező, fiúknak is és lányoknak is. De itt a negyedik évtől kezdve már ugye lehetséges volt ezt befejezni a fiúknak és leánykáknak, és másféle iskolákba előre lépniük. Tehát nem akarom kitakarni, de látják talán a legelején, hogy leány és fiú felső népiskola épült egyrészt a hatosztályos elemire. Például nekem mind a négy nagyszülőm egy Fejér megyei faluban élte le az életét, hárman közülük onnan szinte soha ki nem mozdultak, kivéve a nagyapám, aki a Donig is eljutott, onnan soha vissza sem tért. De a két nagyapám is, a két nagyanyám is hat elemit végzett egy Fejér megyei iskolában, és utána elvégezték a felsőbb leány és felsőbb fiú iskolát. Nem volt másra lehetőségük, ez ott az ő életükhöz fontosan elegendő volt. A polgári iskola, ahogy mondtam, létrejött, látható, hogy külön fiúk és külön leányok számára 1868-ban. És ugye erre épülnek kisdedóvó képzők, tanítóképzők is,
itt a nőképzők is, és ez is itt elhangzott, mind a kereskedelmi iskola, a felső kereskedelmi iskola. Egy doktor hallgatom Pécsen, nem tudom, 800 oldalas értekezésben írta meg a leánykereskedelmi iskolák történetét. Csodálatosan szép és érdekes történet az is. És ugye itt van ez a két típus, a középiskola, és itt van egy felsőbb leányiskola. A felsőbb leányiskolánál nincs az, hogy felsőbb fiúiskola, mert hát olyan nem kellett. A gimnázium volt a fiúk, a fiatal férfiak iskolája, volt reáliskolai és gimnáziumi része. Nem 1868-tól, hanem már 1851-től a fiúk számára létesített középiskolák érettségi vizsgákkal zárultak, és az érettségi vizsgák, ugye mind a mai napig fönnállnak ezek, az érettségi vizsgák jelentették, és jelentik ma is az egyetemre való bekerülésnek az alapfeltételét. Sok minden mást is jelentettek, az a fiatalember, aki érettségi vizsgát tett az 1870-es, 80-as években, például párban képes lett, ha még nem volt az, de tanultak vívni, hogy mennyire volt az időszerű, a fiúk párbaj, vagy férfiak párbajoznak még a 20. század elején is vidáman. Aki leérettségizett, az a fiatalember már eleve az érettségi vizsgájára megkapta az első öltönyét, hányszor van ez így ma is. Hogyha leérettségizett, megkapta az első sétapálcáját és esernyőjét és a kemény kalapját. Mert hogy sok ilyesmivel is jár, és nem azt mondom, hogy mindenhol, de sok helyen ez volt a rend. A leányok számára viszont ez nem jelentett lehetőséget, nem járhattak a leányok a gimnáziumba. Tehát a lányoknak ez egy rettenetesen nehezített pálya volt. A felsőbb lányiskolák ezért, amikor megszerveződtek, akkor pont az volt ennek egy távlati célja, de ott abban a pillanatban még az 1860-as, 70-es évek fordulóján az volt ennek az iskolatípusnak a célja az által létrehozás hátterében, hogy kell egy olyan iskola, ami már nem az elemi szint, hanem ami már a középszint felé közelít, ha még nem is az az elején. És hát ez lesz majd az, hogy a századfordulóra, mint ahogy a Zsör Antal Antónia, meg mások is már azt képzelték el, hogy ennek ki kell futnia legalább azoknak a lányoknak a számára, akik érdeklődnek az egyetem felé, mert hát máshogyan nincsen a lányoknak lehetőségük. A felsőbb leányiskolákról egy ilyen teleírdia, de csupán annyit szeretnék mondani, hogy az Országos Nőképző Egyesület a legelső ilyen halvány, de nagyon is mégis fontos lépést már 69-ben megtett a népoktatási törvényt követő évben, hogy de nagyon fontos már valami az elemi oktatáson túlmutató iskolatípus. 1875 az az év, amikor Molnár Aladár vezetésével megnyílt a legelső ilyen felsőbb leányiskola, és hát innen következnek aztán, ugye a Kolozsvárt emeltek ki Dezser Antal Antónia miatt, hát bármelyikről beszélhetnénk sokat, és annak az iskolának a történetét az ugye tanár úr az előbb nagyon jól bemutatta kifejezetten Antoninához kapcsolódóan, tehát valóban ott is, mint egyébként sok helyen egy városi kezdeményezés, egy ott a ilyen véletlen helyzet, hogy pont a másik iskola becsődött, tehát Kolozsváron is eljött ez a helyzet, hogy egy ilyen felsőbb iskola létesülhetett, ahonnan az adatokat veszem, nem tudom még, mert nem tudtam megnézni a könyvet, lehet, hogy ebből az írásából is Antoninának van Gártamár úr által szerkesztett és gondozott kötetben. Ugye ő maga írta meg 1913-ban a felsőbb leányiskolákról az egyik legfontosabb munkáját, úgyhogy Müller Ildikó, meg mások a későbbiekben, így a késői utódok, mint elsődleges, legfontosabb forráshoz éppen Antoninának ehhez a munkájához tudunk visszanyúlni. Tehát a küzdelem az igazából azért, annak az érdekében zajlik, hogy a nemzeti szellemben való a lányokat nem csupán a női dolgokra, háztartástanra, hanem ugye háztartástan olyan esetben is, hogy államháztartástan, ugye ez az előbbik részletesen bemutatásra került, hogy az embernek van a családja, van a háztartása, fontos, hogy azzal egyébként nem csupán a nők, hanem a férfiak is mindig is foglalkozzanak, de van egy olyasmi is, ami a fölöttünk álló ország szerveződés, és annak a dolgaihoz, annak az ügyeihez, az állam ügyeihez, az államháztartáshoz is értenünk szükséges. Tehát nagyon előremutató volt valóban ebből a
szempontból Antonina gondolkodása. Arra az előbb utaltam, hogy ez is teljesen közismert, hogy mivel a tanítónői és tanárnői képesítését ő Franciaországban szerezte, ezért ő nagyon jól látta, hogy az ottani oktatási rendszer milyen, hiszen ő ott iskolákban gyakorolt. Tehát neki nagyon is jó összehasonlítási alapot jelentette ez a fajta a nyugati világból ide áthozott ismerete. Egyrészt ahhoz, hogy az Alduna soron nyisson Pest-Budán egy leánynevelőt, és aztán, hogy onnan 1880-ban Kolozsvárra kerüljön, és ott próbáljon valami új dolgokat megalkotni és létrehozni a leányok érdekében. Ugyanazokat a gondolatokat emeltem ki, szerencsére más idézettel, mint az előtt tanár úr, de amiatt tehetjük meg, hogy annyiféle idézetet forgathatunk Antoninától, hogy még hetekig nézegethetnénk mindet, mert hát, hogy ugye nagyon sokat írt, de teljesen ugyan úgy gondoljuk, nem is gondolhatjuk másként, hogy egyrészt egy olyan iskolát álmodott Antonina, és ő maga ezt képviselte Kolozsváron, ahol egy gondolkodó embereket nevelnek, és nem a tananyagot bevitlázó embereket. Én is azt gondolom, hogy 2019-ben is tényleg ez volna nagyon fontos, illetve én is pont azt emeltem ki, hogy ami szomorú társadalmunk hibája a szívben rejlik, mert hogy nincs eszménye, nincs közös, erős nemzeti eszménye, mely minden egyes embert, a legszerényebbet is kiragadjon alsórendű önzéséből, alsórendű élvhajhászásából, és hogy megnyerje ugye a tökéletesség és a szép kultuszának. Hát félve merem mondani, hogy 2012-ben is érdemes ezt is elolvasni. Bergen-Góciában talán még most is így van sajnos. Azt írta Kossuth László, akinek ugye édesanyja közismert, hogy ebben az iskolában tanult, hogy az 1880-tól a 10-es évek elejéig uralkodott de Zseranta Antonia, benne a csodálatos kis Gal királyságában. Akik az igazgatónő közelében élhettek, átvették de Zserando szellemét. Különös varázsa lehetett ennek a hölgynek, aki valamilyen franciás áramlású helikont akart varázsolni Kolozsvárra. Nevelési elvei úgy hiszem, Pestalozzi szelíd disziplináin nyugodtak, írta Kossuth László, és ezt teljesen megerősítettem így pedagógia történés szemmel is, mert de Zseranta Antonia nagyon jól ismerte Pestalozzi nevelési elveit, megint mondhatjuk, jön ez Brosszőktől, aki már megismeri, Teleki Blankán át és átkerülik Antoninához is, Pestalozzi társaságnak is alapító tagja volt Antonina, és teljesen egyetérthetek mindenkivel, aki ezt mondja az előtt tanár úr is, hogy egyszerűen nincs még meg de Zseranta Antonina pedagógiájának a rendszerezett elemzése. Sokan, sok mindenféle oldalról, ennek már neki láttak, neki láttam én magam is, de egy olyan elemzés, amelyik egy olyan monográfiát tenne le az asztalra, hogy de Zseranta Antoninának bizonyítható, miért van helye a magyar nevelés történeti kánonban, az még hiányzik. De azt gondolom, hogy sokan vannak már, akiknek mondjuk mostanában felnyílt a szemem, és újabb szemmel fog fölnyílni a kiváló kötet nyomán, úgyhogy szerintem már itt vannak a fiatalok is, akik ezt meg fogják alkotni. Csak néhány lezáródia arra vonatkozóan, amit itt a hölgy is említett meg, ami hát, hogy tulajdonképpen a történet a 19-20. Századfordulóján, hogy egyrészt tehát ez a népoktatási törvény látszik a nagyon harsány grafikonokon, hogy elhozza azt a helyzetet a lányok a nők számára is Magyarországon, hogy nagyon-nagyon megnövekedett az írni-olvasni tudóknak a számaránya a társadalmon belül. Ugye az 1869-es népszámlálás az első, de onnan a precíz adatokat kinyerni más dolog, ezért én is a 80-asnál kezdem. Tehát láthatjuk, hogy 1880-ban körülbelül a magyarországi társadalom nő tagjainak 30%-a írni, olvasni tudó, és hát látszik, hogy ez már 1910-54%. Ezt a grafikont még egy régi változatában, de bemutattam egy francia-magyar történész vegyes találkozón, az Akadémia szervezte, és ott, amint vége lett az előadásomnak, egy párizsi kutatónő rögtön jelentkezett, és hát olyan nagyon franciásan, kedvesen, de nagy öntudattal elmondta, hogy Franciaországban a hasonló időkből való népszámlálási adatok 20%-ponttal magasabbak. És én ott álltam, és nem tudtam, hogy pontosan hogy vették fel az adatokat Franciaországban, de gyanús volt a dolog.
emiatt elutaztam Párizsba egy ösztöndíj alatt, és megnéztem, hogy ott mifélék voltak a népszámlálással a felvételek. Hát olyanok, hogy nem vették bele a 6 évnél alacsonyabb életkorban lévő lánykákat és fiúkat, ezeknek az adatsoroknak a megalkotásából őket kivonták. És az javítottak? Hát igen. Ugye itt az, hogy 1880-ban a magyarországi nők és leányok 30%-a tud írni, olvasni, ez azt jelenti, hogy benne vannak az éppen akkor született csecsemők is, mert ilyen volt nálunk a népszámlálási adott felvételi eljárás. Ezért, ha kivonjuk azt a kb. 2 millió leánykát, aki még el sem jutott iskolába, hiába volt már tankötelezettség, akkor szinte pontosan 20%-ponttal magasabbak az oszlopaink. Ez fog életem végig gyötörni, mert nem tudom már elmondani a franciáknak, de ez így van. Telefonszám is meg. Hát, igen, még akkor nem is előtt a telefonszám. Itt, és nem jelent szavazati jók a nőknek. Igen, hát Magyarországon, hogy nem volt, az hagyján, de Franciaországban 1948-ban lett, és akkor lehet, hogy Franciaországon legutolsó között hullok például a nők szavazati jogának megadásában, de hasonlóak, nem tudom én, a nagy egyetemenként, ugye mindig, amikor ilyesmit nézek professzorként, hogy miben vannak a beleszólásom, most a magyarországi egyetemi világban, milyen ügyekben van beleszólásom, mert mindig elrémülve látom, hogy mint amilyen Cambridge-ben még a 40-es, 50-es évek fordulóján sem vehettek részt a professzornők a különböző egyetemi tanácsokban, ha véletlenül igen, akkor éppen úgy fele szavazatot ért a felemelkezők, mint ahogyan mondjuk a középkorban különböző jogtörténeti forrásokból, ezt tudjuk, hogy kettő női tanú ért föl egy férfi tanúskodásával, de ilyen zsombor nagyon csinálni, úgyhogy nem gondolkodnék annyira bele. Igen. Ugye amit látszik, hogy itt már eleve az 1900-as évektől már ugye úgy csináltam én az adatokat, hogy a 6 és 11 évesektől kezdtem, mert nyilván ők is még tanulják az írás-olvasást, ezért nem mindig vallják be, tudnak, mert még úgy érzik, nem tudnak. 12-14 éves kor közöttiek jobban, és ugye itt vannak a grafikonon a 60-70-es években járó hölgyek a század elején, a 20. század elején, akik hát azért tudnak ilyen kicsi mértékben, mert még nem vonatkozott rájuk a tankötelezettség, ugye a 68-as törvény előtti időkben jártak iskolába. Mert a férjem olyan fél órát mutatta, hogy 5 percen van még 5 percet megengednek, elnézést kérek. De az, hogy a tankötelezettség kibontakozott, egyre több leány tanul, az egyrészt ott van az iskoláztatási történések mögött, de másrészt meg ez az adat, ugye ez most csak egy nagyon nyers közelítés, de láthatják önök, hogy például a népszámlálásokban azt is természetesen tudhatjuk, hogy hányan voltak a férfiak és a nők Magyarországon. Ha ilyen hirtelen ránézünk is, látszik, hogy 1900-ban a férfiak kevesebben voltak Magyarországon. Hogyha még azt megnézzük a háttérben, hogy akik katonáskodással foglalkoztak, katonai kötelékben szolgáltak, vagy akik mondjuk a katolikus egyháznak a kötelékében voltak, és a számadat mögött ott vannak, de soha nem házasodhattak meg, akkor ugye az adatok még rosszabbak. Ha azt is hozzáveszünk Puskás Jolyanovi mások kutatásai alapján, hogy milyen óriási az elvándorlás az akkori különböző megyékből különbözőképpen, hogy egy milliók vándorolnak ki, 90%-ban férfiak az akkori társadalomból. Még rosszabb a helyzet, hogyha egymáshoz viszonyítjuk a két nem számarányait, és ha meg azt is hozzáveszünk, hogy a városokban különösen koncentrálódtak a nők, mert mondjuk cselédlányoknak oda kerültek, akkor ott meg már egyenesen az a helyzet, hogy városainkban, az akkori nagyvárosokban 1000 férfire 1100-1150 hölgy jutott. És ebből meg kellett következni annak, hogy a nőknek szükségük volt, hogy kenyérkereső pályákra álljanak, mert nem várhatta mindenki, hogy valaki feleségül veszi, és majd eltartja, és élheti a háziasszonyi, amúgy nem könnyű életét, hanem szükségük volt, hogy kenyérkereső pályákra álljanak. Ezért mindazok a harcok, amelyeket mondjuk Dezsaramba Antonina is vívott, illetve amit a tanítványaival Teleki Blanka 48-ban már megfogalmazott, hogy szükséges a leányoknak is felsőfokú tanulmány. Ugye ezek a harcok a 90-es évek végén öltenek jogi értelemben valamilyen keretet,
Itt Lassics Gyula látszik, szerintem ez a ruházat is mutatja, a hölgye nagy hódolója volt. Nagyon-nagyon sokat tett a nőkért Lassics Gyula, egyébként előtt reformátusom is, és más minisztereink. Ugye a Leány gimnáziumokat 1895-ben megszervezte. Hogyha az iskolai szinteket nézzük, ez logikus, hogy most erről beszélek, és majd utána az egyetemekről, de hadd mondjam azt, hogy a történet fordítva van, előbb hozott arról rendeletet, amit mondott tanár úr is, és amit majd elfogadott, és szentesített a király Ferenc József, előbb hozott arról rendeletet, hogy a nők juthassanak be egyetemre, ez is 95. Ez jól hangzott, de az a rendelet még nem volt meg, ahol arról rendelkezett volna a miniszter, hogy legyenek érettségítő leány középiskolák. Úgyhogy itt ilyen értelemben diáimmal csaltam, mert ezt mutattam, de ez volt később. De ez sem volt egyszerű történet, mindenhol széltében hosszában gúnyolták Lassicsot. Kevés miniszterünk volt, akiről annyi karikatúra készült, mint Lassics Gyuláról. Nagyon szeretem a karikatúrákat, főleg egy nőtörténet kapcsán gyűjteni rengeteg van. Ebből egyet láthatnak, hogy itt megy Lassics, bevezeti az első hölgyet a Leány gimnáziumba, de hogy milyenről a viclapok alkotóinak, meg talán mondhatjuk, hogy a magyar társadalomban akkor sokaknak a véleménye, azt egy pécsi viclap a Verény Jankó hasábjáról emeltem ki, és ez ugyanaz, amit az előbb mondott a hölgy, hogy egyrészt a kebelduzzasztás, de másrészt meg ugye a 100 000-es bankó, mint hozomány, tehát ugye az a lényeges. Akkor számítható arra a lány, hogy feleségül veszik, hogyha megfelelő módon szép, hogy mennyi karikatúra és élcelődés született arról, hogy csak a csúnyáknak kell tanulni. A szépeket feleségül veszik, és a csúnyáknak kell tanulni, mert ugye nem számíthatnak másra. Tehát a Veréb Jankó is így jól megírta az igazságot, nem az a lényeg, hogy értsen a kémiához, hanem az a lényeg, hogy legyen szép a hozománya. De így vagy úgy, mégiscsak megszületett az a legelső lehetőség, hogy leállnak érettségizhettek, de hát való igaz, hogy ez 1900. februárjában készült, hogy 2900 nyarának elején érettségizett ez a legelső leányosztály Pesten, Budapesten, de való igaz, ahogy ez is már az előbb elhangzott, hogy más, sok városokban nem volt ilyen jó helyzet, csak így magánúton. És egy olyan piarista fiúgimnázium volt, tehát ott abszolút nem lehet. Igen, és térben is elkülönítették, igen, ha valaki magánúton járt, akkor másik helyen mehetett be, Gardedán kísérhette, de ez még a legelső végzett orvoshölgyekkel is így volt, hogy például, hogyha valaki bement a klinikára már, mint végzett orvos doktor asszony a 20. század elején, akkor a cseréd lépcsőn mehetett be, mert hogy ott nem találkozik férfiakkal, tehát itt így minden volt. Ennek az érettségiző osztálynak a képe annyira megtetszett, hogy ezt emeltem most a könyvem elejére is, ez már legalább nem jó köteles, mert ezt így nyugodtan lehet használni. A nők az egyetemeken témához egy pici ilyen arckép csarnok, mindegyik hölgy hát megérne több előadást is, hogy beszélgessünk róluk. Ugonnai Vilma, aki ugye amiatt tudott Zürichben orvosdiplomát szerezni, 1869-ben ennek is idején évfordulója van, mert Zürichben nem kérték az érettségi vizsgát, és nem ez volt az egy ilyen helyszín, például Zürich is ilyen volt, tehát Ugonnai Vilma nem tett érettségi vizsgát, úgy lett orvos diplomás Zürichben, sőt tanársegédként ott egy kis ideig dolgozott, és amikor hazajött és Trefort miniszternél kérelmezte, hogy honosíthassa az orvosi diplomáját, ugye ezzel utasították el, és ez jogilag igaz volt sajnos, hogy nincs érettségie. Úgyhogy neki is magánúton érettségiznie kellett. Akire akkor én beszéltem, az édesanyám nővére volt, és 1925-ben befejezte Pesten, ott iratkozott be, az angol kisasszonyok fogadták be, úgynevezett internátban. És 25-ben végezte el a gyógyszerészeti. Igen, mert hogy ugye az orvosi kar nyílt meg, a gyógyszerészeti akkor 95-ben még csak tanfolyam, és a bölcsészeti. Tehát a jogi mellett nem nyílt meg a közgazdaság, a műegyetemi, a teológiai képzés. Azzal indokolták azt, hogy miért a bölcsészeti, hogy a nők is mindig annyira szerettek beszélni, mert esetben az újságok a bölcsészetnél nem sokat árthatnak, azt fogják csinálni, amit szoktak. Az orvoslásnál az akkor meg a lendítő erőt, hogy mennyi az orvosi karok, hogy Bosznia-Hercegovinának
a monarchiába kebelezése, ott a nagyon sok muszlim nő esetében egyszerűen elhozta ezt az igény, mert a muszlim nők ma is így van, ez nem mennek férfi orvosok, a női bajaikkal sem. És ezért kellett, hogy legyenek orvosnők. Persze nem a legelső orvosnőik mentek Boszniába, de ez megint egy más történet. Ötlik Vilma tanító, ő két végzett filmében dolgozott, amikor meghallotta, hogy lehet egyetemre menni, hogy feminizmusnak együtt él harcosa lett, és ő matematika-fizika szakra iratkozott, és Steinberger Salota volt a legelső olyan hölgy, aki Budapesten iratkozott, és ott járta végig az egyetemet, és ott végzett az 1900-as évek elején. Hoztam, már el is hangzottak jó részt a nevek, de ugye hoztam egy olyan arcképcsarnokot is, amely a Kolozsvári Egyetemhez kötődik, tehát itt is az orvos asszonyok és a gyógyszerész asszonyok is asszonyok voltak, akiket a legelső időben végezni tudta. Kicsit később, itt 1902-ben iratkozott be Kárpáti Gizella. Azt hiszem, hogy az említett személyszorvos, ha most jól emlékszem, 1906-tól lett medika az itteni Kolozsvári Egyetemen, tehát itt is voltak, és hát ennek a története is már viszonylag jól ismert az orvos történeti heti lapokban. Ide is becsempésztem egy karikatúrát, ez nem magyar, de azt hiszem, hogy pontosan akár készülhetett volna bármely magyar újság számára is. Itt Németországról van szó, 1901, ott 1900-ig egyáltalán nem engedtek nőt az egyetemre, Berlinben 1908-ig. Ugye a karikatúrán középen áll egy meglehetősen csúnya orvostan hallgató nő. Ja, akárhogyan szépítjük a történetet, de ott ez a szürke ruhás hölgy, hát mondjuk nem szép. És néz, ugye egy páciensre, vizsga feladatot old meg, föl kell állítani a diagnózist, hogy mi a páciens baj, amit vesz észre rajta, és körülbelül az van oda, nem lehet elolvasni, messziről az van oda, írva a német nyelven, hogy azt látom rajta, hogy nagyon szép a sejem kombinétja. Erre valók a nők, hogy ilyeneket tudjanak megállapítani. Ugye a női művelődésről, ha tágasabban gondolkodunk, akkor a női olvasás, a színházba járás szokását, a mindenféle művelődési egyesületekben való forgolódást is ide kell sorolnunk. Női olvasók azok már az előbbi grafikonokra visszagondoltak, ugye nagyon sok, nagyon szép számban vannak abban az időszakban. A képeslapok, mint ezt szerintem önök is tudják, a képeslapok első időkben tartalmaztak egy képet, és a másik oldalukra kellett írni a címzést meg a feladót. De nem volt a képeslevelező lapokon olyan hely, ahol valami szöveget, üzenetet lehetett volna írni, ez volt először Magyarországon, és hát nem csak olvasni, nem írni is szerettek a hölgyek, és így elkezdték teleírkálni a képeslapoknak a képes felét, de a Magyar Posta még időben lépett, és az SMS-ek és e-mailek ideje előtt, de hát már hosszú évtizedek, vagy évszázadon keresztül olyan képeslevelező lapokat használtuk, hogy használhatunk. Ma is, ha még van, aki ilyen, kalandvágyó, aki még tud a kezével írni, talán mi mind ilyenek vagyunk, hogy ugye akkor már lehetett a képeslap hátoldalára is írni, hogy miket olvastak a lányok, olvashattak mindenféle szép újságokat, már a kislányok is, az újságok készítői gondoltak rájuk, ott vannak már a kislányok képei az újságokban. Én azért választottam Tucsek Annától a Katalin címűt, hogy én kifejezetten szeretek saját magam nevéhez hasonló nevet viselő hölgyekről olvasni. Sokáig azt hittem, hogy ez egy mekkora nagy találatom, de Kossáriné Rézvalának van egy Kéri Katóka című könyve is, és azóta már azt tartom meg főbb olvasmányomnak, mármint ebből a műfajból. Ugye a nemzeti nőnevelés elhangzott, de Zserand Antonina például nem így írt, hiszen az újságnak hivatalos újságírója is volt, idézőjelben újságíró, ugye Vasárnapi Újság, Családi Kör, Feministáknak a Nő címlapja, tehát mindezeket olvasgathatták, és hát tényleg itt csak nagyon kevés abból, amit az előbb sokkal részletesebben már láthattunk, hogy mennyi mindent írt a Zsarandó Antonina, hogy Telki Blankáról is írt, csak annyit így a nagy internetes világban, hogy keresgéltem róla adatokat, hogy nagyon sokszor a fényképét nem jól használják. Mondanám, hogy mások, de még egyszer én is véletlenül Wolf Stefánia képét raktam egy dia soron, nagyon számon bánom, és ez kitörölhetetlen, ezt kilőttük a holdba, nem tudom levenni az internetről. A Teleki Blanka élete de Zserando Ögüszt nevével kerénykönyvvel a Wikipedia nevű képződményben,
valahogyan ki kellene onnan vetetni, mert nem jól szerepel. És ugye a Michelet-től vagy másoktól való franciából magyarra fordított munkáit, ezeket is olvashatnak a lányok. Most nagyon hozzá beszélek, Pécs a nővegylet még palotát is kap az 1900-as évek elején. Ugye az egyesületeknek a története is gyönyörű szép történet, nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, hogy egyáltalán nem csak jótékonykodás folyt meg néha egy-egy vacsoraes, hanem nagyon-nagyon fontos szellemi tevékenység is, különböző előadások. És hát nem volna ez az előadás teljes, és ez már itt tényleg a vége, hogyha arról nem beszélnénk, hogy a női testnek a művelése miként folyt a századforduló táján. Mondhatjuk, talán ez vicces is, de talán megfelelő szófordulat, hogy a korcsolyázással tört meg a jég, szó szerint. Mert a legelőször, amit megengedtek a hölgyeknek, hogy korcsolyázni szabad, de ennek is az volt a hátterébe, először azt mondták a 60-as években, hogy nem szabad, de amikor megnyílt a Városligeti műjégpálya Pest-Budán, akkor Eötvös József a saját két leánykáját kézen fogta a lábukon korcsolyába, és elkezdett ott velük korcsolyázni. És akkor mindenki úgy gondolta, hogy ha miniszter meg a lányok korcsolyázhatnak, akkor mindenkinek szabad. És rengeteg illemszabályt kellett persze ehhez igazítani, mert ami az előbb az egyik részletben benne volt, hogy még a bokája sem látszhat ki. Azért ugye a korcsolyázásnál, ha valaki hanyatt esik, ami előfordul, akkor nem hogy a bokája kilátszik, hanem a más dolog is kilátszik. Úgyhogy például ilyen illemtankönyvek születtek, ez szerepelt bennük, hogyha valaki a korcsolyázásán elbukik, azt vegye szégyenletes dolognak, de ha már megesett, úgy bukjon el, hogy a szoknyája ne repüljön a nyakában. És ugye csak Várda dámmal szabad volt korcsolyázni, nem férfiakkal beszélgetni, hát tudjuk Rabovszki Júliának a memoáriaiból, aki ugye Márai Sándornak a nagynénikéje volt, hogy őt is mindig ezzel engedték el, hogy a korcsolyapályán nem fiatal emberekkel ismerkedni, nem nagy még udvaroljanak, de direkt azért nem, tehát oda a lányok nem, nyilván. A teniszezőkhöz hoztam ezt a két képet, mert itt megint ugye a női történelem, meg női, vagy egyáltalán sporttörténet érdekessége, hogy a színezett levelező lapok mutatják, hogy voltak teniszezők, hát különösen ugye a felső 10 000 tagjából 2019-ben is nagy részt így van, hiszen ez költséges sport, pályák kellenek, ruhakkel, ütők kellenek, nem tudom. Csak egy apró érdekesség, hogy a legelső magyar teniszbajnoknő, amikor Balatonfüreden a Wimbledoni mintára megszervezték az első teniszbajnokságot. A csupa férfiak indultak, de ott nyaralt Párfi Paulina is, és szeretett teniszezni, bekönyörötte magát. Minden férfit megvert, de nagyon. Ez, hogy a sporttörténeti kronikákban keresik, akkor nem tudom fogják ezt az eseményt megtalálni. Megbocsáthatatlan. Ez megbocsáthatatlan volt. Tehát amikor már később kereskednek majd sportvezetők, hogy pár, hol van, hiszen mindenki emlékszik, hogy ő nyert, ugye azt a választ kapják, hogy ez férfi bajnokság volt, igaz, hogy egy nő nyert, de ott a férfiak eredményeit jegyezték. És a kerékpározásra hoztam még, magamnak kedveztem Tucsekanon Katalinjával, most a férjemnek küldök egy Délkockát, Attilának hívtak egy kerékpár iskolát. A kerékpározás aztán tényleg mondhatjuk, hogy demokratizálta a női testmozgást is egyáltalán, hát a két nem közötti viszonyokat, ami a sport oldalait illeti, mert muszáj volt rövidíteni a szoknya hosszon, különben bekapták a küllők és elbukott a hölgy. Muszáj volt együtt kerékpározniuk, ugye nem egyszerűen szabadban kerékpároztuk, hanem ilyen kerékpár iskolákon tekerektek körbe álló a mások kereken, ami nem engedt, hogy bekapja. Igen, álló is volt, tudom, ez még az én kislánykoromban is. Létezett olyan a századfordulón Pécsen 1890-es évektől, hogy kerékpáros hölgyek alapja. Nagyon szerettem olvasgatni, nem sok szám jelent meg, de nagyon érdekes. És abban volt egy felmérés, amerikai felmérés, de készülhetett volna nálunk is. Megkérdezték a kerékpározó hölgyeket, hogy miért kerékpároznak. A legtöbben azt mondták, hogy egészségügyi okokból, hogy erősödjenek, kevesebben, de azt is mondták, hogy szeretnének új kerékpáros ruházatot vásárolni. Néhányan azt mondták, hogy ezzel szemmel tudják tartani a férjüket, aki szintén kerékpározik. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy amiatt kerékpároznak, mert a férjük ezt kifejezetten kéri, hogy velük tekerjenek. De voltak néhány, akik azt mondták, hogy azért kerékpároznak, mert a férjük megtiltotta. És amiatt, igen. Tá,
És amiatt hoztam ezt a Feminista Egyesülethez köthető fotót 1913-ból, amikor a nagy világ nőjogi választójogi konferencia Budapesten volt, mert akik itt választójogot követelnek a nőknek itt politikai értelemben, bármit is gondolunk most róluk jó 100 évvel később, de már mindenképpen egy olyan nőnek követelik ezt, aki a 20. század fordulóján tulajdonképpen részeseként annak, ami az egész társadalom modernizálódása, az egész országnak a mindenféle értelemben vett emancipálódása, tehát már ennek részeként ott állnak előttük jó 100 évvel ezelőtt azok a hölgyek, akikről mindig azt gondolom, hogy ha most találkoznánk velük, akkor sokkal jobban tudnánk elbeszélgetni, mint hogyha 200 vagy 2000 évvel ezelőtt, de akár csak 150 évvel ezelőtt élt hölgyekkel is találkoznánk, mert nagyon-nagyon sokféle értelemben már ugyanazok voltak a kérdéseik, a problémáik, mint ahogyan erről mi gondolkodunk. Úgyhogy visszatérve a legelejéhez, hogy nőtörténettel foglalkozni, miért jó, és a Teleti Blanka, de Zserantó Antónina útját járni, miért jó, azt gondolom, hogy egyértelműen talán ez az előadás is tudta bizonyítani, hogy amiatt, mert ez a nőtörténet, az férfiak és nők együttes története. Nem hiszem, hogy bármikor nagyon-nagyon szorosan együttműködve lehetett volna valahogyan javítani a dolgokon, mindig nagyon-nagyon fontos volt az ugyanakkor a nők számára, hogy olyan férfiak legyenek velük együtt a családban, a társadalomban, akik hagyják, hogy a saját álmaikat megvalósíthassák, mert ha van, ami miatt például Teleki Blanka, mint a Zserantó Antónina, akkor leginkább azt gondolom, hogy ez az, hogy a saját álmaikat követték, és messze-messze a saját korukat meghaladóan valami olyasmit mutattak meg nekünk, amire itt például ezen a rendezvényen érdemes volt emlékezni.